Ő így Petrovszky Marcel, akit Magyarországon sokan a kriptó, sokan pedig az autók miatt ismernek. Aki 25 évesen már el tudott érni elég szép sikereket ezekben a dolgokban. Szóval biztos, hogy van mit tőle tanulni. És ebben a videóban meg fogjuk nézni, hogy ő pontosan mit csinál, hogyan, mi a véleménye a különböző dolgokról, és hogy milyen tanácsai is lennének neked az elkezdéshez. Szóval vágjunk is bele! Aki cashdobálós videót csinál, meneküljetek! Nagyon kevés olyan ember van, aki tényleg profitál a daytradelésből, aki pedig ezt tanítja, annak a 95% egyébként nem abból keresi a pénzt, hogy daytradel, hanem abból, hogy elad neked egy valamilyen kurzus. Ja, egy ilyen 100-200 ezer forintot fektettem be, ez felment ilyen 800 ezer, 1 millió, úgy valahogy, aztán nyilván nem realizáltam semmit, nulla. Mindenkinek osztottak ilyen 3000 dolláros csekkeket, igen, és annak a pénznek valahova mennie kellett. Igen. Örülök, Marci, hogy én itt is vagy. Nagyon örülök, hogy végre találkoztunk így személyesen is. Jaja, meg hogy elhoztál minket, hát amúgy kurva jó köcsünk van. És köszönöm szépen. Ja, meg igazából kurva jó a színe, és az fix amúgy, hogy nagyon jó érzés. Hát tudod, hogy konkrétan másoknak nincs, vagy nincs még egy ilyen BMW szerintem. Igen, egyébként jó, jó, mert ritka a kocsi, tehát nem sokan vették, én meg próbáltam amúgy olyan autót venni, aminek kevés embernek. Amíg az RS3 volt, az új RS3, a másik, amit néztem, de örülök, hogy ez lett, mert ez nem tudom, sok jobban illik hozzám. És ja, egyébként egy elég drága kocsi, viszont én mindig azt mondom, hogy szerintem simán el lehet érni bárkinek ezt. Aha. Mindig ezt mondom, hogy én már 25 éves vagyok egyébként, tehát nem is fiatal, úgyhogy nem gondolom, hogy ez olyan durva dolog lenne, szóval, persze, hogy ez ilyen különleges dolog lenne. És amúgy, aki nem ismerne, bár szerintem nem sok lenne olyan, mivel foglalkozol, vagy mivel kezdtél el foglalkozni, vagy miből van a tőkét, tudod, hogy megengedhetsz magadnak egy kurva jó BMW-t? Igen, hát ugye én 2017-ben felköltöztem ide Pestre, egyetemre, gazdasági informatikát tanultam amúgy, nagyon rüheltem, úgyhogy én azt ott is hagytam 3 év után, és akkor kezdett beindulni a kriptó, én ugye még tehát én 2020 végén egy kisebb összeget befektettem, és abból akkora profitot csináltam igazából egy 3-4 hónap alatt, hogy tulajdonképpen már csak a profitot növeltem folyamatosan, tehát én nagyon kis tőkéből csináltam amúgy sokat. És amikor befektettél, akkor ugye még tudod, nem volt annyira ismert, még nem is csináltak róla így tartalmakat, nem volt olyan sok információ, igen, a piacról, hogy nem féltél amúgy, hogy ez egy ilyen nagyon veszélyes befektetés, vagy hogy élted meg akkor, érted, hogy láttad, hogy itt ez a kriptó kezd kiforni, sokan beszélnek róla, vagy kezd egy kicsit elterjedni? Vagy... Igen, ugye én 2020 végén vettem ezt a 1,5 millió forintnyi kriptót, előtte már ugye dolgoztam, meg akkor már a YouTube-ot csináltam, tehát valami nagyon minimális pénz abból is jött, de 2017-ben vettem először kriptót, csak akkor még kis összeggel. 2015-ben hallottam róla először, 17-ig csak nézegettem, és ugye akkor volt a második nagyobb ilyen bull market, de az első olyan, ami már tényleg így nagyon elterjedt volt a médiában is, meg stb., és akkor ott egy ilyen 100-200 ezer forintot fektettem be, felment ilyen 800 ezer, 1 millió, úgy valahogy, aztán nyilván nem realizáltam semmit, nulla. És akkor utána 18-19-ben csak így nézelődtem, kereskedtem egy keveset, és akkor 20 végén már akkor lehetett látni, hogy ugye ez megint fel fog menni, akkor jött ugye a Covid. Én az volt az elméletem, hogy nagyon sokan elvesztik ugye a munkájukat, nincs pénze az embereknek, jön a tél. Ez volt ilyen októberben, amikor vásároltam, szeptember-októberben az volt az elméletem, hogy mindenki otthon fog ülni. Már akkor elkezdett nagyon picit menni a kriptó, már lehetett híreket látni, és mondom, ezt fogja a média tolni úgyis. Mindenki elkezd majd foglalkozni vele, mert otthonról lehet ugye pénzt keresni, és akkor ez volt az elméletem, és hál' Istennek be is jött. Úgyhogy én akkor már nem izgultam, akkor beraktam a pénzt, és rögtön egy hétre rá már mínuszba volt. De úgy voltam vele, hogy várok még néhány hónapot, és akkor jó lesz, úgyhogy igazából nem aggódtam már akkor. Ja, meg amúgy nem tudom, hogy azt mennyire tudod, de pont azt volt a Covid ideje alatt, hogy Amerikában akkor kezdték el nyomatni az embereknek ezeket a csekkeket. Igen, tudod, ja, ilyen, persze, ilyen pénznyomtatás. Igen, ilyen, annyi pénz nyomott a Federal Reserve konkrétan, mindenkinek osztottak ilyen 3000 dolláros csekkeket, igen, és
annak a pénznek valahova mennie kell. Igen. Szóval. Igen, ugye a dollár állománynak, az összes dollár, ami a világon van, a 40%-a az a Covid óta jött be a forgalomba, tehát nagyon felhígult ugye a pénz, az meg egyértelmű, hogy egy csomó pénzt ebből részvényekbe, kriptóba, persze, tehát befektetésekbe fognak nyomni az emberek. Meg hát nyilván nem csak az amerikaiak nyomtatták a pénzt, úgymond, hanem mindenki. Hogy mert, a válságot igen, valahogy igen, túlvészeljék. És amit még amúgy mindenképpen akartam kérdezni, az ugye ez a napi kereskedés, a day trading. Szóval konkrétan szerintem a Space-be, tudod, ez a legelterjedte. Igen. Hogyha valaki a kriptóra gondol, akkor szerintem aki nincs annyira benne, azoknak a nagy részüknek ez a day trading, ez a napi kereskedés ugrik be, mert ezt nyomatják a legjobban. TikTokon is mindig, tudod, vannak ezek a motivációs persze, videók, tudom, hogy ott dobálják a cash-t, meg ott mennek a Lambóba, meg reggel megtesznek egy trédet, aztán keresnek elvileg 10 000 dollárt, aztán elmennek. Hogy... Ha valaki cash dobálós videót csinál, meneküljetek. De tényleg. A napi szinten kereskedsz, vagy nem, te hogy foglalkozol? Én inkább befektetek, mert szerintem hosszú távon a profit is nagyobb, illetve a kockázat is kisebb, mert hosszú távon könnyebb a piacot kiismerni, mint rövid távon. Tehát rövid távon annyira tudnak ugrálni az árak, és annyira volatilis tud lenni az egész, amit nehéz kiszámítani. Hosszú távon ez teljesen más. Ott azt tudod, hogy mondjuk ha vársz 2-3 évet, akkor valószínűleg fel fog menni mindennek az ára, tehát fölösleges kockázat a day trading. Az akkor jó, ha nagyon jó vagy benne, és egy folyamatos pénzre van szükséged. Tehát neked kell az, hogy mondjuk minden héten keres 1500 dollárt. Ja, értem. Akinek nincs erre szüksége, annak felesleges, és egyébként nagyon nehéz jól csinálni, tehát nagyon kevés olyan ember van, aki tényleg profitál a daytradelésből, aki pedig ezt tanítja, annak a 95% egyébként nem abból keresi a pénzt, hogy daytradel, hanem abból, hogy elad neked egy valamilyen kurzust, ja, valamilyen izét. Ja, tanfolyamot, vagy digitális. És vannak jó tanfolyamok, és azért, mert mindenki tanfolyamot csinál, nem kell azt mondani, hogy az mind rossz, vannak jók, de nagyon ki kell szűrni, hogy mit vásárol meg az ember szerint. Meg ezt gondolom kell egy tőke is. Kell egy tőke is, igen. Nyilván, mert általában úgy van, hogy a tőkéd 1-2%-át kockáztatod egy kereskedéssel. Na most nyilván, hogyha 100 000 dollárod van, akkor annak az 1-2%-a az 1-2 000 dollár, és ott persze, csinálsz egy 20%-ot. Már az is elég jó pénz. Szóval ugye nagyon sokan tudod ezt a day tradinget akarják elkezdeni, pont emiatt is, mert ugye nagyon hype-olják. Te mit ajánlanál azoknak, akik ezt akarják elkezdeni, hogy elkezdjék egyáltalán, vagy hogyha elkezdik, akkor mit csináljanak, hogy ők abban nagyon kicsi sikeres százalékba tartozzanak, akik ebből profitálni tudnak? Szerintem az, hogy jól day trade-elj, ahhoz először éveken keresztül hosszú távú trédeket kell csinálni, tehát hogy mondjuk veszel valamit, és inkább befektetni. Tehát ha a befektetés, és az a része jól megy már, hogy veszek valamit, és 2 hónap múlva profitot csinálok belőle, utána veszek valamit, és egy hét múlva lesz belőle profit, mind csökkenteni kell ezt a távat, és egy idő után le lehet menni oda, hogy már a napi szintű, kereskedésre. De ehhez szerintem évek kellenek, hogy jól legyen. Tehát most valószínűleg, ha én elkezdenék daytradelni naponta, lehet, hogy egy hónap múlva már profitálnék belőle, mert én már tudom, hogy működik az elemzés, tudom, hogy mire kell számítani a piacon, tudom, mik lehetnek a buktatók. De akkor az első hónap, még így is, hogy neked ennyi tapasztalatod van. Valószínűleg veszteséges lenne, igen. Durva. Annyira kiszámíthatatlan, hogy még egy forex kereskedésnél mondjuk tudod, hogy mi fog történni. Kriptóban lehet, hogy jön egy hirtelen hír, ami berontja az egész piacot, pedig a csáton te nagyon jól kiszámoltad, hogy ez egy jó kereskedés lesz. Ja, aztán valóban nem lett az, mert valójában nem lett az, mert egy hirtelen hír bedöntötte az egész piacot. Vannak ezek a szignálcsoportok, meg stb. Persze. Nekem ez is olyan, hogy nem te fogsz meggazdagodni, hanem aki a szignált adja. Igen, igen. Főleg. Hát amúgy a szignálcsoportok az konkrétan, vagy én mindig úgy tekintek rájuk, mint egy szerencsejátékra. Az, érted? Igen. Konkrétan amit csinálsz az, hogy rábízod a tőkédet. Másra. Teljesen, egy harmadik félre. Igen. És neked semmilyen beleszólásod nincs, mert ezek a szignálcsoportok általában úgy reklámozzák őket, hogy a tapasztalat nélküli kereskedőnek. Igen, 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 persze.
keresnek pénzt. Én például a Patreonomat, ugye a Crypto NFT, és Patreonomat direkt úgy csinálom, hogy amikor kiírok valamit, hogy mondjuk ez egy jó vásárlás, és ezt vettem, akkor aláírok egy elemzést, ami alapján úgymond tanul az ember. Tehát, hogy azt mondja, hogy már elolvastam azt az elemzést, és lehet, hogy akkor utána már saját magának is tud keresni hasonló projekteket. Mindig leírom, hogy ebben mi a jó, és ezt kell nézni mondjuk egy másik projektben, amit lehet én nem is találok meg, de ő megtalálja, és azt mondja, hogy az alapján, amit ott látott, ez egy jó befektetés lehet. Amúgy ez így a legjobb, mert akik vásárolnak nálad, azok edukálódnak. Igen, nekem abszolút ez a cél egyébként, tehát én nem támogatom azt, hogy valaki befizet a Patreonomra, hírok valamit és ész nélkül veszi. Mm. Tehát én azt szeretem, hogy elolvassa az elemzést, megnézi a videókat, mondjuk egy bizonyos kollekcióról, és akkor utána ő utána néz még ezen felül, és ha azt mondja, hogy ez egy jó befektetés, akkor majd vesz. De nem az, hogy egyből kattint és akkor veszi, mert az egy idő után felveszi ezt a szokást, akkor majd máshova is befizet, ahol igen, viszont csak szignálokat kap, és akkor... Ott meg lehet, hogy lúzol. Igen, tehát ez nem egy jó mentalitás szerintem, itt mindent fejbe kell. Na, ezt fejbe amúgy teljesen kell. Támogatom, és örülök neki. Abszolút ez a cél. Hol találhatnak meg téged? A TikTok, Instagram, YouTube, két YouTube csatorna, úgyhogy mindenhol. Petro MM, ez a nevem, úgyhogy ez mindenhol. Keressétek meg, srácok, aztán nézzetek rá Marcira, mert biztos, hogy nagyon sokat tudtok tőle tanulni, meg tényleg egy abszolút király srác, szóval nézzetek rá mindenképp. Sziasztok!